Jó napot, kellene szórakozást kívánok, kedves nézőink! A Mercantil Bankliga, azaz az NB2-es labdarúgó bajnokság 18. fordulójában egy tavaly még NB1-es rangadót láthatnak majd, most már ugye az NB2-ben, Mezőkövesd, Zsóri, Kaposvári, Rákóczi FC összecsapás kerül megrendezésre. Tavaly oda-vissza a Kaposvár győzött, ősszel pedig egy-egyes döntetlennel zártak a csapatok Kaposváron. Így tehát a Mezőkövesd még nem szerzett 3 pontot a Dunántúli együttes ellen, de talán most majd megtörik a jég. Mielőtt azonban részletesebben is taglalnánk az esélyeket, fussuk át a két csapat összeállítását. Először a sárga-kék szerelésben pályára lépő Mezőkövesd Zsóri. 31-es Kunsági Roland, 3-as Schwab Dániel, 10-es Kulcsár Kornél, 13-as Gengericki Gergő, 14-es Dvorsák Gábor, 17-es Máté János, 24-es Hegedűs Dávid, 28-as Hegedűs Csaba, 33-as Molnár Gábor, 77-es Megyes Zoltán és 88-as Szeles Tamás. Cserejátékosok 1-es Dombó Dávid, 7-es Nyilaselek, 8-as Baracskai Roland, 9-es Balajti Ádám, 19-es Baj Zárt Péter, 21-es Engel Alex és 29-es Lukács Rajmond Barna, Tóth László irányítja a Mezőkövesdet. A Kaposvári Rákóczi FC 1-es Somodi Bence, 19-es Albert Ádám, 21-es Rajci Péter, 15-ös Kovács Olivér, 17-es Kis Márton, 6-os Petrók Viktor, 20-as Zsivoszki Norbert, 18-as Balogh Bence, 24-es Nagy Krisztián, 11-es Hadoró Valentin, 3-as Vermes Krisztián. Cserejátékosok 9-es Hampuk Ádám, 30-as Bozsó Antal, 31-es Dominik Luká, 14-es Király Vitali, 22-es Kozics Barnabás és 8-as Fejős Áron. A vendégeknél nincsen jelezve a kispadon szakember. A múlt héten lemondott a Tamási Zoltán a vereséget követően a csapat irányításáról, és több név is szerepelt a héten a médiában, többek között Bruckner Lászlói is, aki segíti szakmai tanácsadóként a csapat munkáját, de hogy a kispadon kifoglal helyet, azt igazából most per pillanat nem tudni, itt feltüntetve sincsen a lapon senki sem. A mérkőzést Berger József vezeti, segítői Szvetnyik Bence és Tőkés Róbert lesznek a mai összecsapáson. Berger József személyében egy rutinos játékvezető irányítja majd a mérkőzést, reméljük mindkét csapat megelégedésére. De javítani valója mindkét gárdának van, a Kaposvár az első két fordulóban vereséget szenvedett, de tudva azt, hogy milyen nehéz körülmények között kellett dolgozniuk és megvívniuk a maguk kis harcát, úgymond az elmúlt hetekben, bizony az is nagyon komoly fegyvertény, hogy egyáltalán itt vannak, és egyáltalán el tudtak indulni a tavaszi szezonban, hiszen a fizetésekben több hónapos csúszások voltak, és az önkormányzat segítségének köszönhető, hogy tulajdonképpen végig fogják tudni játszani a tavaszi szezont. Gyengültek az őszihez képest, egyértelmű cél a bennmaradás Kaposváron, és hát nyilván szeretnék a lehető leghamarabb megszerezni az ehhez szükséges pontokat, vagy megkezdeni az ehhez szükséges pontoknak a gyűjtését. A Mezőköves pedig a feljutásért harcol. Van mit javítani, hiszen a múlt héten a 92. percben kapott góllal nagyon fájó két pontot veszített együttesünk, ugye Ajkán Szeles Tamás találatával vezetés szereztek a miaink a második játékrész derekán, viszont a 92. percben Lattenstein lecsorgó labdát bevágott egy szögletet követően a kapuba, és ezzel egy-egyes döntetlennel zárult a mérkőzés. A játékképének egyébként nagyjából megfelelt, bár a miaink előtt több nagy lehetőség is adódott, de ezek kimaradtak. Emellett azért hozzá kell tenni, hogy volt a hazaiaknak is lehetősége. De most nézzük az első alakuló akciót. Molnárról pattan oda a labda Somodi kezei közé. Bizony ebben akinek több is lehetett volna, Hadaró volt az, aki elvítette a beadást. És könnyen hátrányba kerülhetett volna itt a találkozó elején a hazai alakulat, illetve a hazai a vendég alakulat, a Kaposvár együttese. És már támadhatnak a vendégek, éppen Hadarónál a labda. Rajci Péter teszi tovább,
Aztán egy távoli lövés, de ez nem okoz veszélyt. Kunsági Hegedűs Csabát választja, ő a múlt héten letudta 5 sárga lapos eltiltását, így Ajken értelemszerűen nem léphetett pályára, de most már tiszta lappal újra ott van a védelem tengelyében, és hát az is örömteli hír hazai oldalon, hogy Bajzát Péter több hetes sérülést követően már ott van a kis padon, és adott esetben be is vetheti őt Tóth László, tehát nem csak erő demonstráció gyanánt ült le a padra, felépült már 2-3 héttel ezelőtt, a sérüléséből viszont nyilván volt lemaradása a többiekkel szemben fizikálisan, ezt fel kellett hozni, és hát nem szerették volna a frissen begyógyult sebeket, úgymond egy esetleges igénybevétellel felszakítani, és még hosszabbra nyújtani Bajzát nélkülözését, vagy sérülését. De valószínű, hogy azért a mai bevetésére is esetleg akkor kerülhet sor, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy azt itt a mezőkövesdi szurkolók titkon, nem is annyira titkon remélik. De mindenképpen be kell gyűjteni a 3 pontot a feljutás megcélzásához hazai pályán. Nem illenék botlani, és idegenben is a lehető legkevesebb pontvesztéssel kell abszolválni a mérkőzéseket, hiszen 5 csapat is nagyon közel van egymáshoz. Nem engedhető meg, hogy nagyon sok pont hulljon el, hiszen az könnyen a feljutásba kerülhet. Jelen pillanatban egyébként a Békés Csaba vezeti a mezőnyt, nem tudva még a mai mérkőzések eredményeit. Ők már egy nappal korábban játszottak Sopronban, 2-0-ás győzelmet arattak, és ezzel átmenetileg legalábbis a tabella élére ugrottak 35 ponttal. A Kaposvár pedig most még viszonylag jó helyzetben van a bennmaradás szempontjából, de vészesen közelítenek a riválisok, akik már az első fordulótól kezdve beindították a pontgyártást, és ugye ez a Kaposvárnak egyelőre nem sikerült a beadást, Kunsági szedi össze, így a 6. percben mezőkövesdi akció indulhat a pályán. A talajállapota nyilván kifogástalan, az elmúlt napokban nem volt csapadék, sőt, kellemes tavaszias idő volt már napközben, és a szél is fújdogált, így az esetleges mély talaj sem okozhat gondot, és láthatóan az első percek alapján is észrevehető, hogy tényleg tökéletes minőségű a gyep. Egyébként, hogyha éppen csapadékosabb lett volna az idő is, akkor is maximum egy picit mély lenne a talaj, hiszen a gyepszőnyeg cseréje, illetve az egész pálya átalakítása az öntözőrendszerrel, a fűtési rendszerrel együtt, illetve a vízelvezető rendszerrel kiépítve már komolyabb erőpróbákat is sikeresen teljesített. Schwab indítása után a bal szélen támadhatnak a mieink, Meggyes átadását le tudják kapcsolni a kaposváriak, akik fordulhatnak. Szeles mellett az indítás, majd aztán Kulcsár Kornéltól egy remek keresztezés és labdaszerzés lehet fordulni. Tökéletes kiugratás, Meggyes nem tudja elsőre átvenni, ezzel a lendületét elveszíti, és az akciót is időlegesen legalábbis megáll. Kulcsár most már a labdával, a kiugratás nem jó. Jól helyezkedett Kovács Olivér. De attól függetlenül, hogy nehéz helyzetben van a Kaposvár, és télen is elhagyta néhány meghatározó játékos az együttest. Még így is vannak bőven NB1-es rutinnal rendelkező labdarúgók. Rajci Péter mindenképpen az ére kívánkozik, ugye, aki tavaly még Mezőkövesden futballozott. És hát neki ugye nyilván plusz motivációt jelenthet az is, hogy de nem igazán sikerült bizonyítani itt Mezőkövesden a kvalitásait. És
És hát ha már most nem is mezőkövesdiként, de kaposvárgyiként nyilván szeretné bebizonyítani, hogy igenis jó képességű támadóról van szó, amit egyébként már pályafutása során nagyon sokszor bebizonyított nagyon sok csapatnál, és Kaposváron egyébként is példaértékű, nem csak sport teljesítményét illetően, hiszen 9 góllal ott van az élmezőnyben a gólvadászok listáján, hanem nagyon sokat tett azért is, hogy rendeződjön a helyzet Kaposváron, személyesen is közben járt annak érdekében, hogy rendeződjön a helyzet, nem hagyta el a süllyedő hajót, amit ilyen esetekben nagyon sokan megtesznek, végig kitartott. Persze az hozzátartozik, hogy nagyon sokat köszönhető is a Kaposvárnak, hiszen ott kezdte a pályafutását, és a pályafutása indulását azt lényegében a somogyi alakulatnak köszönheti. Ezt most viszont azzal is rendesen a klub és a város, illetve a szurkolók felé is egyaránt. A 9. percben járunk közben a mérkőzésen. Nem történt érdemleges esemény az elmúlt percekben. Próbál egyelőre kipuhatalózni a két csapat, hogy mire számíthat a másiktól, ami nehezítheti a kaposváriak dolgát, lévén, hogy nem duskálnak az anyagiakban, hogy már nem tudtak egy nappal korábban elutazni a mérkőzésre. Ma tudták le a több száz kilométeres túrát, ami elképzelhető, hogy ott lesz a lábakban. Okozhat adott esetben problémát. Ez Molnát lerántották, és ezért szabadrúgás jár befelé elég jó pozícióból. Szépen indult el Molnár, és közben Petrók vonja kétségbe a játékvezető ítéletét. A játékvezető azonban ezzel együtt megadja az innen jogosnak tűnő szabadrúgást, vagy innen is jogosnak tűnő szabadrúgást. Kéttagú sorfalat kér Somodi Bence, aki szintén rutinos kapus. Neki vannak megyei vonatkozásai is, hiszen játszott a Diósgyőr együttesében. Nem jó Kulcsár beadása, Hegedűs Csaba szedi le a labdát, utána pontatlan az indítás. Jól lépnek ki viszont a vendégek. Albert cselezget, térő fordul, aztán egy lövés, de ez nem volt túlságosan jó kísérlet. Legalább egy 6-8-10 méterre elkerülte Kunsági kapuját. 11. perc. Kunsági mutatja, hogy menjen mindenki előre, hiszen látható, hogy a Kaposvár a felállása alapján nem zárkózik vissza, nem áll be a saját térfelére, hanem megpróbálnak már a kövesdi térféle labdát szerezni. Tehát ez is mutatja, hogy nem bunker focit játszanak, vagy nem bunker focit szeretnének játszani, hanem igenis megpróbálnak nyílt sisakkal a győzelem megszerzésért támadni. Hát ha azt nézzük, tulajdonképpen az esélytelenek nyugalmával léphetnek pályára papíron, itt Mezőkövesden. De hát az esélytelenek nyugalma az bizony mentálisan sokat segíthet, jelenthet. A Mezőkövesnek győznie kell, ezt mindenki tudja, főleg az ajkai pontvesztés után, meg hát egyébként is hazai pályán. Ez egy feljutásra aspiráló együttestől elvárható, de így az ajkai pontvesztés még inkább kényszerítheti erre a Mezőkövesdet. Egyébként ami a tabellaállását illeti 17 forduló után, bár a Békés Csaba elleni eredményt már a Békés Csaba győzelmi, csaproni győzelmét hozzávettem, tehát ez szerint a Békés Csaba 18 meccs után 35 ponttal vezeti a tabellát, a Vasas 17 meccs után 34 pontos, a Mezőkövesd és a Gyirmód 33-33, a Békés Csaba és a Szolnok pedig, illetve a Szolnok pedig 32 ponttal áll az 5. helyen. És utána van egy nagy leszakadás, 8 pontos hátrányban követi az ellenállókat a Szeged,
A Sopron és a Sziget-Szent Miklós mind a három gárda 24 ponttal áll, 22 pontja van a Soroksárnak és a Zalaegerszegnek, rendkívül szoros tehát a középmezőny, és az alsóházban is bizony van miért izgulni. Az Ajka 18 pontos, 16 van a Kaposvárnak, ők így a 12-ek, 15 pontos a Csákvár, 14 van a Ceglédnek és a Siófoknak, illetve a Balmazújvárosnak 10 egysége. Mert ugye a Balmazújvárost két héttel ezelőtt láthattuk, és 3-1-re legyőztük őket, de az is, aki látta a mérkőzést, az láthatta, hogy nem volt sima a találkozó a fél időben, még vezetett a hajdúsági együttes, és a második játék részben sikerült megfordítani összességében megérdemelten a találkozót, de ehhez kellett egy kiállítás a vendégek részéről, szóval nem lehet biztosra menni itt az utolsó helyezett ellen sem, mindenki ellen 100%-os teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy meglegyen a jó eredmény. Közben Kulcsár térül, fordul, addig-addig cipelte a labdát, illetve addig-addig piszkálták hátulról, hogy kiharcolt egy szabadrúgást nagyon-nagyon jó helyről, és ráadásul még egy sárgalapos figyelmeztetést is összeszedett a veletartó Albert, hogyha jól láttam, ő volt az, aki besárgult. Nagyon korán, már a 14. perc végén, tehát besárgul egy kaposvári játékos, ami a későbbiekben akár még vissza is üthet. És hát nem lenne meglepő, ha éppen Kulcsár végezné el, aki egyébként egyedül van ott a labda mögött, tehát nagyon más variációra innentől kezdve nem is lehet számítani. Kulcsár a labda mögött, a távolság mintegy 20 méter durván a kaputól. Na nézzük! Lesz-e korai gól az első negyed óra végén, vagy helyzet, vagy egy elpuskázott lehetőségként marad meg majd a jegyzőkönyvben. Óriási lövés, és nem sokkal ment mellé Kulcsár lövése. Ígéretes próbálkozás volt, Somodi vetődött ugyan, de azt hiszem, hogyha ez kapura megy, alig ha tudta volna kiütni a labdát. Szépen csavarta a jobb felső sarok irányába egy pici iránytévesztéssel. Kaposvári bedobással folytatódhat a mérkőzés. Szépen fejlődött föl a vendégek akciója. Rajci teszi ki, majd jön a beadás. Gengelicki pedig tisztáz. Ő szerezte az első meccsen az első gólt, az egyenlítő gólt a Balmazújváros ellen. Az nagy lökést adott a folytatásban a miénknek is. Fontos pillanatban a második játékrész elején született a gól. Az is kellett a fordításhoz. Már bíztatják a társak a kaposvári játékost, hogy lője el. Ő azonban inkább tovább passzolta, nem volt igazán jó lövő pozíció. Nagy bravúr lett volna Zsivócki részéről, hogyha ezt kapura tudja kanyarítani. Így viszont oda lett a lehetőség, mert sikerült tisztázni, és Schwab már be is gyorsít. Máté elpattant tőle a labda. Viszont jön a segítség, és jön egy újabb szabadrúgás. Ugye ezek a beívelések, illetve oldal szabadrúgások, ezek ugyancsak a kövesdi taktikai repertoár részét képezik, hiszen rengeteg a jó fejelő játékos a védelemben is, középpályán és a támadósorban is vannak olyan labdarúgók, akik képesek a kapuba találni. Akár egy-egy lecsorgó labdát, akár közvetlenül a szabadrúgás után bepasszolni, vagy befejelni a labdát, és hát Kulcsár személyében meg ugye egy kitűnő rúgó technikájú szabadrúgás végrehajtó áll a rendelkezésre. Jön is a labda középre, sikerült tisztázni. Végül nem lett belőle helyzet. És az ellentámadás, amire nyilván épít majd a Kaposvár a meccs folyamán, az most egyelőre szépen ül. Zsivócki a labdával, Molnár zárkózott vissza,
nem akarják bántani Zsivóckit, hiszen Rajci Péter a túloldalon ugyancsak nagyon-nagyon jó szabadrúgáslövő, illetve Zsivócki és többször bizonyította már Ebéli remek képességeit. Így inkább hagyták, hogy terelgesse keresztbe a labdát a 16-os vonalán elől. Nyilván pici szándék benne volt, Zsivócki van arra is, hogy esetleg odalép majd valaki, és abból lehet egy jó pozíció, lehet egy jó rögzített szituációs esély. Jó volt a védekezés Hegedűs Csabától, bár szerencséje volt a Kaposvárnak, mert visszapattan a labda. Zsivócki beemeli üres területre lényegében. Társak közül ott senki nem helyezkedett el, és ezzel lehetne indulni akár. Kulcsár remekül veszi át a labdát. A kisebb technikai hiba után Molnárt indítja el. Hosszúnak tűnik egy kicsit az átadás, és Molnár a végén le is lassított. Elnézést kér Kulcsár Molnártól. Alaposan megfuttatta játékostársát, de nem tudta utolérni már. Végén az utolsó 2-3 lépésnél le is lassítottna, hogy esetleg megsérüljön. Somodi szusszan 2-3-at, illetve a játékosok is szusszanhatnak 2-3-at. Hegedűs fejeli el a labdát. Nagyon szép látványos mozdulattal tette tovább a labdát Hadaró. Viszont a túloldalon a társak nem tudják tovább folytatni az akciót. Kulcsár 2-3 ember között cselezget és harcol ki egy szabadrugást. A labdatartásban nagyon jó Kulcsár. Érzékeny veszteség volt ősszel, amikor a Siófok ellen kiállították, és a Gyirmót, illetve a Vasas elleni mérkőzéseken továbbá, ugye még a nyitófordulóban a Balmazújváros ellen sem léphetett pályára 3 meccses eltiltás miatt. Ezt ősszel meg is sínlette a gárda, még annak ellenére is, hogy a lehetőségek alapján akár a Gyirmótot, akár a Vasast legyőzhették volna a mieink, és hát a Gyirmót ellen is egy ráadásban kapott gól miatt úszott el a győzelem. És nem az első alkalom volt, már akkor sem. 3-4 olyan meccse van együttesünknek, amikor a végén az utolsó pillanatokban csúszott ki a 3 pont a kézből. Hegedűs Csaba valóban aláfeküdt Kovács Olivérnek. Jogos a kaposvári szabadrúgás. A 21. percben járunk már. Nem lehet azt mondani, hogy olyan öldöklően nagy lenne az iram. Gyűrik egymást a csapatok, de közepes iramú egyelőre a találkozó. Picit tart mind egymástól a két csapat. Nem lehet azért igazából tudni, hogy mi várható a Kaposvártól, hiszen több fiatal játékos is felkerült. A felkészülésük is olyan hányattatott volt. Itt nyilván a sportemberi magatartás, az a becsvágy, ami az a dac, ami bennük dolgozhat, az ilyen helyzetekben sok pozitív energiát is felszabadíthat a játékosokban. És hát láthatjuk azt, hogy ezek a kontra játékuk azért a befejezéseket leszámítva egyáltalán nem működik rosszul. Gyorsan 2-3 húzásból oda tudnak keveredni a kövesdi 16-os előterébe. Ott azonban egyelőre elfogyott a tudomány, de ahol egy Rajci Péter van, vagy éppen egy Zsivócki adott esetben, ott azért bármikor lehet egy-egy váratlan megoldásra számítani. Ez is jelentheti adott esetben picit visszafogottabb támadójátékokát. Nem mellesleg, igen, szervezetten védekezik a Kaposvár. Egyelőre legalábbis, bár volt azért már egy-két hiba a játékukban. Kulcsár térül fordul, elég kevés elől a mozgás. Inkább pozíciókat próbálnak fogni a mieink. Megyest indítják el, de rosszabb helyzetben van, mint Vermes Krisztián, akit alig ha kell bemutatni, hiszen ő is itt szerepelt tavaly tavasszal. Benne is dolgozhat egyfajta druk, hiszen ő sem
nyújtott maradandó teljesítményt, sérülések hátráltatták az itt töltött idejét, és Rajcihoz hasonlóan ő is hamarabb távozott Mezőkövesdről közös megegyezéssel, mint ahogy megállapodás köttetett. Tehát egyfajta dac emiatt is lehet a két játékosban egy hiány érzet, amit esetleg szeretnének bebizonyítani most, hogy igenis jó futballisták, és ez nyilván egyfajta presztízs is lehet a részükről. Na nézzük közben a támadást, ami nem jut el messzire. Gengedicki keveredett egészen előre a középpályára. Ez lehet egyfajta váratlan megoldás és húzás Tóth László együttesétől, hogy ő majd ott felbukkan a kapu előterében egy-egy beadásnál, vagy éppen lecsorgó labdánál ő is könnyen zavart okozhat. Jön a beadás, ott a fejes Máté, és kivágják. Schwab tekerte be nagyon jó ütemben, és nagyon szépen a labdát. Kunsági fogja ezt a nem túl erős lövést. Eddig szép az akció, Kulcsár a labdával. Remek kiugratás, Molnár tisztára játsza magát, Molnár elindul keresztbe, Molnár még mindig ott a lövés, és ott a gól! Megvan a vezető gól! A 25. percben Molnár Gábor remek egyéni teljesítménye után a Mezőköves Zsóri megszerzi a vezetést. Szépen szlalomozott végig a bizonytalan védők között, akik nyilván a 16-oson belül azért nem mertek oda nyúlni, komolyabban, határozottabban odalépni, és ezt Molnár kihasználta maximálisan. Addig-addig terelte a labdát, addig-addig cipelte, ameddig meg nem nyílt a lehetőség arra, hogy belője a Mezőkövesd vezető találatát. 25. perc tehát, Mezőköves Zsóri Kaposvári Rákóczi FC 1-0 Molnár találatával. Szépen csinálta Molnár, szép egyéni teljesítmény volt. Kunstsági vágja előre a játékszert Máté irányába. Nagy harcban a labdáért. Máté aztán Somodit is megzavarja olyannyira, hogy nem volt igazán sikeres a felszabadító rúgás, de a társak kisegítik Zsivócki indítása után, most már Rajci. Sikerült tisztázni. Kulcsár a labdával. Ez mindenképpen sokat jelentett. Kunsági hordul föl a legjobban a játékostársak közül, miután Kulcsárt feltartották elég látványos mozdulattal. A partjelző zászlaja sem emelkedett, egyébként lehetett előnyszabályt alkalmazni az esetnél, hiszen a labda a miénknél maradt. Dvorsák. A védelem egyre jobb teljesítmény nyújt, és azért a meccsenkénti egyes kapott gól átlag, amit eddig mutattunk, az ugye nem rossz. De nyilván lehet még azon is javítani. Molnár ott az újabb zicserése! Elmegy a labda, nem volt les a jelek szerint. Ez is nagy helyzet lehetett volna. És már adják is ki az instrukciót, hogy nagyot dob
a kaposvári játékos, ezzel segítik egymást a jeink, és tényleg nagyon nagyot dob. Adaró. Ennek megfelelően helyezkedtek a játékosok. Nem álltak közel hozzá. Legalább egy 20 métert szállt a labda, amire elért a játékostárshoz. Hegedűs Csaba. Menet közben. Szépen fejlődik föl a kaposvári akció, Rajci elé keveredik, és azért mindenképpen figyelni kell, látható, hogy ott a környezetében azért 4-5 labdarúgó helyezkedett. Bebiztosították a miénk magukat, Molnár indítása, vagy passza, továbbítása, centerezése Máté irányába. Nem volt jó, nem volt pontos. Lekapcsolták a kaposvári védők. Jó helyezkedéssel. De a legfontosabb, az előny megvan. Ez ugye már egy picit a taktikán is módosíthat abból a szempontból, hogy ahogy láthatjuk, hogy meg is próbálják a miénk egy picit kicsalogatni a kaposvárt a sündisznó állásból, de egyelőre nem jönnek. Sok idő van még. De nem kell fejjel rohanni a falnak. Ők is tudják, hogyha ugye az eredmény után kell szaladni, akkor a mezőkövesd is vezethet olyan kontrákat, ami utána komoly veszélyt hordoz magában. És abból növelheti az előnyt együttesünk. Még egy órányi játék hátra van, ugyanis most fogunk majd letelni az első fél óra a mérkőzésből. Tisztának tűnő szerelés innen. De Berger József ott volt centikre az esettől, és aztán Rajci, Hegedűs, Dávid, illetve Kulcsár is ott tüsténkedik. Reméljük, hogy nem kell sárgalapos figyelmeztetést kiosztani, talán egy feddés, szóbeli feddés megteszi majd, így is van, Rajci és Hegedűs, Dávid, illetve Kulcsár között volt egy kis szóváltás, de úgy tűnik, hogy Szent a béke. Egyébként Hegedűs Dávid jó néhány évet lehúzott a Kaposvár együttesénél, tehát az ő számára ez ilyen szempontból különleges mérkőzés lehet. Alapember, csapatkapitány volt a Somogyiaknál Hegedűs Dávid, és bizony nagyon jó teljesítmény nyújtott, ugyanúgy, ahogy Mezőkövesden is láthatjuk tőle. Rajci elől sikerül megszerezni a labdát. Látható, hogy ahogy Rajci már átveszi a labdát, azonnal ott van valaki, megpróbálja szerelni, és eddig sikerrel is jártak a miénk. Azért neki neve van a szakmában, és a őszi teljesítménye is mindenképpen figyelmeztető. Hogy rá nagyon kell figyelni. Biztos, hogy külön fejezetet és időt szenteltek arra, hogy őt megpróbálják feltérképezni, az ő játékát, mozgását lekövetni, hogy a lehető leghatékonyabban sikerüljön semlegesíteni, mert ez az egyik kulcskérdése lehet a mai meccsnek, hogy a támadó játékban meg a helyzetek értékesítése lehet egy fontos tényező, hát ezek az egygólos előnyök. Tudjuk, hogy nem jelentenek életbiztosítást. Sajnos többször tapasztaltuk már saját bőrünkön. Ami egyébként a folytatást illeti, március 16-a jelen pillanatban továbbra is az esélyes arra, hogy a Békés Csaba elleni mérkőzést megrendezzék. Nem tudom, hogy hivatalosan jött-e már olyan értesítés, ami egyértelműen alátámasztja ezt. Közben Rajci helyzetben, Rajci megpróbálja betenni, de ez végül nem sikerül neki. Elnézést kér a bent helyezkedő társaktól, most azonban egy picit ugye, meg tudott lódulni Rajci, tehát rá figyelni kell. Tehát visszatérve a Békés Csaba elleni mérkőzésre, az eredeti időpontja március 14-e 14:30 volt, és még az MLS hivatalos honlapján, adatbankjában is a múlt héten ez szerepelt, vagy a héten ez szerepelt. De március 16
hétfő 14:30 az az időpont, ami most per pillanat még mindig úgy tűnik, hogy a mérkőzés hivatalos időpontja lehet, és nem Békés Csabán, hanem Gyulán a Grosics Akadémia sporttelepén kerülhet megrendezésre a találkozó, hiszen a Békés Csaba pályáját még nem fejezték be, vagy pályájának felújítását nem fejezték be. Kulcsár tovább egyből, pontatlanul. És az, húha, egy kemény benépő volt Szeles és Ajci között, nem volt szándékos a szabálytalanság, de egy ütemmel később érkezett Szeles. Szerencsére sérülés nincsen. Egyértelműen vezéregyéniség a pályán, és a pályán kívül is ugye ezt a szerepet szánt egyébként Weber György is mezőkövesden Rajcinak. Itt nem sikerült hosszú távon alapembernek, alapemberré válnia és vezérré válnia. Kaposváron azonban ez megtörtént. Somodi Bence közben leteremti a társakat, határozottabb játékot kérvén tőlük. Valóban elég sok volt a keresztpassz, elég esetleges volt a támadás felépítése. Nem jutott 5-ről a 6-ra. A vendég együttes, hát persze beletartozik az is, hogy jól védekezett együttesünk. 34. perc végén járunk már, tehát bő 10 perc van hátra. Hegedűs Dávid becsúszva tisztázott nehéz helyzetben, és most beszorul a saját térfelére a mezőkövesd. Hegedűs Csaba Hadaróval szemben előrevágjuk a labdát, és megint jön vissza. Megint a ellenfél térfelén Kurcsár elégeli meg, és próbál labdát szerezni, de először lábbal együtt követte el a szabálytalanságot. Kovács Olivér jól fedezte, Kulcsár pedig össze kocintotta a bokáját. Húha, ez most óriási lehetőség, és Kunsági hatalmas bravúr! Most nagyon elszámította magát a kövesdi védelem, Balog lépett ki teljesen tisztán középen, Kunsági pedig leért, egy óriási bravúrt mutatott be, persze tegyük hozzá, hogy Balog középre rúgta a labdát, ettől függetlenül nagyon komoly bravúrra volt szüksége, és tudása legjobbát kellett nyújtani Kunságinak ahhoz, hogy ne szülessen gól ebből az akcióból. Ez is mutatja, hogy nem lehet Fjelváról venni senkit sem, még az ezer sebből vérző Kaposvárt sem. Most viszont már mezőkövesdi akció, Mátét húzzák, vonják. Előny szabály. Kulcsár elengedi a labdát, és aztán szépen engedi maga elé. Hegedűs Csaba a védővonal mögött, és Kovács Olivér egy nagyon szép fejessel állította meg a kövesdi akciót. A beadás Hadarótól, Schwab engedi maga elé, aztán indít egyből, picit pontatlanul és céltalanul, nem volt ott mezőkövesdi játékos. Továbbra is csordogál a meccs, jó erős közepes iram jellemzi a találkozót, nagy a pozícióharc, az látszik, mindkét csapat igyekszik fegyelmezetten védekezni, de azért a rések megvoltak már gólszerzési lehetőségek mindkét csapat előtt. Ebből ugye egyet a mezőkövest ki tudott használni. Hadaró indít, Rajci, ketten vannak rajta, de Rajci így is át tudja venni a labdát. Nagy harcban van Gengedzkivel a 16-oson belül, ott vigyázni kell, hogy ne bántsák. Azonnal ott van azonban Hegedűs Csaba is. Molnár is próbál segíteni majd egy lövés, ez nem okozott igazából veszélyt. Balog volt ismét az, aki kapura lőtt. Köszönöm!
Kulcsár. Dvorsák. Belül vagyunk jócskán az utolsó 10 percen, ami a rendes játékidőt illeti. A 38. perc végén járunk, és egyre hűvösebb a levegő. Már napközben már nagyon kellemes 12-13 fokos hőmérséklet uralkodik, illetve uralkodott legalábbis a mai napon. Hopp, egy lerántás, és ez bizony minimum sárga. Sárgával megúszta. Hát... narancssárga szint lehetne, ha lenne ilyen kártya, akkor lehetett volna adni. Molnát rántották le, elszámította magát a kaposvári védő elég csúnyán. Molnár szépen átvette a labdát és elhúzta. Elvitte volna Petrók mellett, sőt el is vitte félig meddig. Petrók pedig lerántotta, Molnár pedig a földön. Reméljük, hogy nincsen komolyabb baj. Molnár nem az a típusú játékos, aki szeret fetrengeni. Úgy látom, a lábát, bokáját próbálják jegelni, fogja a fejét, és hát csak remélhetjük azt, hogy nem lesz komolyabb baj, hiszen ő szerezte a gólt, és kezd megint jó formába lendülni. Nagy érvágás lenne, hogyha hosszabb időre kidőlne. Még akkor is, hogyha igen, bő a keret. A bokája sajnos az sérült meg, és hát elég fájdalmas arccal fekszik. Ugye ősszel is volt több komoly sérülés, hátráltatta a mieink játékát. Többek között Balogh Zalaegerszeg elleni sérülése jelentett nagy bajt, de mindenképpen jó hír, hogy Molnár már talpon van, és ugyan biceg, de megy ki további ápolásra az oldalvonal mellé. Reméljük, hogy tudja folytatni a mérkőzésben egyelőre. Az annyira nem tűnik tökéletesnek. Biztos, hogy rögtön nem tud visszaállni. Viszont nézzük a szabadrúgást, hiszen az megint nagyon-nagyon ígéretes, és Kulcsárnak volt már egy remek szabadrúgása. 41. percben járunk már belül az utolsó 5 percen. Kulcsár bele tudnak fejelni, és így kerül szögletre a labda. Szögletet elvézik a mieink, most kis szögletet próbálnak kiharcolni, vagy próbáltak kivitelezni, és egy nagy lövés, Kulcsár. Ez sem sokkal, de ez is elkerüli a kaput. Az utolsó 4 percen belül vagyunk az első játék részben. Molnár találatával továbbra is 1-0 az állás. Visszatért a pályára Molnár, de látható még biceg azért egy picit, reméljük, hogy bemelegszik majd a boka, és utána nem fogja őt zavarni a játékban. Azaz nem kell kényszerű okok miatt lecserélni. Ott az indítás, már nagyon jól helyezkedett, Kulcsár pedig már meg is próbál lefordulni. Nagy harc közben Meggyes, illetve Vermes között, Somodi vágta előre. Ott volt egy kis lögdösődés, oda-vissza, ezért nem fújt talán Berger József. Aztán Mezőkövesdi lábról megy ki a játékszer. Mert tovább, Molnár továbbra is biceg. Hát lehet, hogy megvárják még a szünetet, addig 3 perc van hátra, aztán hát ha még a szünetben sikerül valamennyire rendbe tenni a bokát. Azért a futásoknál annyira nem őrződik, de nyilván az egyéb
sétálós mozgásoknál azért látszik, hogy kapkodja a bokáját. Érzékeny. Húha, húha! Te jó ég! Megint eltolódott egy picit a védekezés is. Majdnem baj lett belőle. Kulcsár, ez viszont remek indítás. Nagy Krisztián előtt adódott egyébként komoly lehetőség. Mindenki elfutott a labda előtt mellett, aztán nagy jött egyszer csak a semmiből. Második hullámban. Megint Hadaró próbálja beadni a labdát. Ez is ígéretes lehetőség volt, ezért kellene a lehető leghamarabb növelni az előnyt. Ne kelljen izgulni a második játék részben, vagy a lehető legrövidebb ideig kelljen izgulni. Molnár közben a váltás jó Hegedűs Csabával, jön a beadás középre, ezt azonban Máté elő kivágják. Molnár, Dvorsák, kis pozícióharc, némi lögdösődéssel, de ez benne van. És utána Dvorsák tisztázás már, sprintel is hátra, hogy elfoglalja a helyét a védelemben. Fél perc van hátra az első játékrész rendes játék idejéből, illetve az első játékrész rendes idejéből, vagy az első 45 percből van fél perc, ne bonyolódjak bele tovább a mondatba. Szóval rövidesen jöhet a hosszabbítás, hogyha fog a játékvezető erre igényt tartani, volt ugye ápolás, úgyhogy egy percet azért gondolom, hogy rá fog húzni. De a táblát egyelőre nem láttam ezzel kapcsolatban, vagy csak elkerült a figyelmemet. Ott a lövés, és ez is elmegy. Ezúttal Máté lőtt ugyanoda, hova Kulcsár már egyszer-kétszer célt tévesztett. Hát viccesen mondva, kicsit lehet, hogy arrébb kellene húzni a kaput mondjuk egy méterrel, és akkor már lenne vagy 2-3 gól. Hát nyilván erre nincsen lehetőség, és itt a vége az első játékrésznek. Molnár egyéni szóló végén szerzett higgadt okos találatával a Mezőkövesd Zsóri csapata 45 percnyi játékot követően 1-0-ra vezet, de persze nem lehet még nyugodtan hátradőlni a karosszékben, úgymond, hiszen a Kaposvár előtt is adódott zicser, illetve volt néhány olyan ígéretes lehetőség, amiből könnyen gól születhetett volna. Bármi erőfordulhat, ergo a második játék részben innen folytatjuk 1-0-ás Kövesdi előnyről rövidesen. Itt is vagyunk, kedves nézőink. Pillanatokon belül folytatódik majd Berger József sípszavára a Mezőköves Zsóri Kaposvári Rákóczi FC Merkantil Bankliga, azaz MB2-es labdarúgó, bajnoki labdarúgó mérkőzés második játék része, vagy második fél ideje. Ugye egy fél időt követően Molnár Gábor találatával 1-0-ra vezet a Mezőkövesd Zsóri csapata. És hogyha jól látom, akkor csere nem történt egyik oldalon sem, legalábbis egyelőre nem vélek felfedezni senkit. És nem volt adminisztrációs eligazítás ott a felező vonalnál sem. Így ebből gyanítom, hogy nem változtatott egyik szakvezető sem a kezdő felállásban. Nagyon ok igazából nincsen, hiszen a mieink vezetnek. A túloldalon pedig a Kaposvárnak megvoltak a lehetőségei a gólszerzése. Tehát bizakodva nézhet, tekinthet a második játék rész elé a két szakvezető és a két csapat. Máté kap közben egy remek indítás, és ott a második gól, méghozzá egy öngóllal. Azonnal megszerzi a vezetést a Mezőköves Zsóri, vagy megszerzi, megduplázza a vezetését a Mezőköves Zsóri szerencsés körülmények között, hiszen Máté elrúgta a labdát
ami nem biztos, hogy eljutott volna a gólvonalig. De a szegény ember, vagy a szegény embert az Elg is húzza alapon a Kaposvár. Kisegítette a Kövesdet. És lehet, hogy pont az a Petrók volt idézőjelben eredményes, ő szerezte, vagy ő rúgta be a saját kapujába a gólt, aki akár a kiállítás sorsára is juthatott volna, hogyha szigorúbb a játékvezető az első játék részben. Bár azért egyértelmű kiállítást nem ért az eset, de a Sergetó talán egy picit komolyabb volt az a szituáció, amiben szabálytalankodott. Így született meg tehát a második mezőkövesdi gól. Nem kellett sokat várni arra, hogy megduplázza előnyét a mezőköves Zsúr, és így már nyilván sokkal nyugodtabban futballozhatnak labdarúgóink. Ez pedig ugye megint csak kaposvári oldalon jelenthet majd esetleg változást. Egy perc sem kellett ahhoz, hogy a mezőkövesd gólt szerezzen, és ha visszaemlékszünk a Balmazújvárosra, ugye utaltam már az első játék részben, hogy bizony sok idő ott sem kellett a gólszerzéshez. Ott a második percben, a 47-ben született meg, 47. perc végén az egyenlítő találat. Itt most még annyira sem kellett várni, tehát a két hazai meccsnek a második játék része az egyelőre tavasszal Boréliánsra sikeredett. Hú, hát ez felejthető megoldás. Schwabtól volt már, meg lesz is ettől sokkal jobb beadása. Ez a labda lecsúszott a lábáról. 2-0-nál abszolút belefér, meg hát egyébként is fordul ilyen. Nem jól találják el a játékosok. Megpattanhat egy picit, esetleg nem úgy, ahogy számít rá, hogy nem szorítja le eléggé a lábát. Az viszont látszik, hogy a Kaposvár a két gólos hátrány ellenére küzd, hajt becsülettel. Ugye a kaposváriak a Csákvártól szenvedtek 4-2-es vereséget az első fordulóban, majd utána a Sopron győzött Kaposváron 2-0-ra, és most egyelőre Mezőkövesden is ilyen arányú hátrányban vannak, hatalmas harc a labdáért. Hogy miért a kaposváriak kapták a szabadrúgást, azt szerintem csak Berger József tudja biztosan megmondani. Itt is ott is dőltek a játékosok, Meggyes odaáll. Bermes ijesztett be először első szándékból, aztán utána végül Kovács Olivért hozta a játékba. Szeles egy picit rátartottak a lábára, Hegedűs Dávid azt mutatja, hogy ezért lehet, hogy szabadrúgást kellett volna kapni. Utána viszont már a védekezéssel foglalkozik ő is. Egy csúsztatás középre, ott a lövés, ez levágódik. Gengericki kezezést reklamálnak, de szerintem az arcáról vágódott, aztán egy furcsán Gellert kapó lövés, de nem okoz gondot végül. Kis Márton tűzte kapura a labdát. Az 51. percben járunk. Újabb kaposvári bedobás.
Kis Máté azonnal letámadja Vermest. Somogyi. Szeles. Illetve Balog harcolt a levegőben. A kaposvári játékos jött ki győztesen. Ebből Zsivócki. Kovács Olivér. Egészen hátra teszi Petrókhoz. Majd Vermes. Vermes lép feljebb. Egy sorra és mutatja, hogy ki hova mozogjon. Érdemben nem jutott előrébb a vendégek akciója, akiknek most már két gólos hátrányban nincs annyi idejük, azaz nem játhatnak kivárásra, nem játhatnak arra, hogy majd esetleg megint meg tudnak indulni, most már erőltetni kell a támadásokat, meg kell próbálni letámadni, hiszen azért a két gólt nem olyan egyszerű ledolgozni, persze látunk már erre is ellen példát. Azért normál esetben sokkal komolyabb erőket kell mozgósítani, hogyha szeretnének visszajönni még a meccsbe. 53. percben járunk menet közben. Kulcsárnál a labda. A győzelem egyébként azt jelentheti, mezőkövesdi győzelem természetesen, hogy megőrzi a második helyét a tabellán. Együttesünk függetlenül attól, hogy milyen eredmények születnek a többi mérkőzésen. És hát igazából csak ezzel lehet előrébb haladni, és csak ezzel lehet garantálni, csak a három pontok begyűjtésével, hogy ott tud maradni egy-egy csapat a tűz közelben. Ugye egy-két elrontott meccs 4-6 pontos hátrányt eredményezhet azonnal, és hát így haladva az utolsó 10 fordulóhoz most már rohamléptekkel sokkal kevesebb lesz a hibázási vagy javítási lehetőség. Minden egyes elhullajtott pont vagy pontok azok bizony sokba kerülhetnek és nagy érvágás lehet. Ugyanez egyébként igaz lehet a hátsó régióban is, Dvorság tisztel szépen, majd Hegedűs Csaba. De ott is még most azért nincsen közvetlen kieső helyen a Kaposvár, de annyira szoros a mezőny a hátsó régióban is, hogy bizony kell figyelni, és gyűjtögetni kell a pontokat szorgosan, hiszen a alsóházban is többen jó rajtot vettek a tavaszi szezonban. És így hirtelen, ha pillantok a tabellára, és ugye az eredményeket figyelem, akkor talán a Kaposvár és a Balmazújváros az a két csapat, amelyik még nem tudott szerezni pontot a tavasszal. Azt hiszem, hogy rajtuk kívül mindenkinek van már legalább egy pontja. Minden esetre most nézhetjük a kaposvári akciót. Rossz volt a visszagurítás, hanem Zsivócki, akinek vissza kellett futnia. Szép cselek is, nem tudják szerelni a mieink. Szeles is próbálkozott, utána Hegedűs Dávid is. Egyiküknek sem sikerült, aztán pedig Lesről futott vissza a jelek szerint. Nagy Krisztián. Kunságinak mutatja Berger József, hogy szabadrúgást kell elvégezni, de Kunsági közben kiadott egy-két utasítást a társaknak. Az első játék részben bemutatott egy nagyon komoly bravúrt Kunsági Roland. Bizony sokat tett azért, hogy ne döntetlennel vonuljon a két csapat szünetre. Gulcsár a labda mögött. Schwab.
Szeles indul el. Kicsit hosszan szöktette magát, és ez pont elég volt arra, hogy ellopják, lelopják a lábáról a kaposváriak. Megpróbálják feljebb tolni, vagy megpróbálták feljebb tolni a védekezésüket, bár az első játék részben sem álltak teljesen vissza. Gengelicki mentett szögletre az imént, a rendületben lévő kaposvári középpályást állította meg. Balogh Bence harcolta ki a sarokrúgást, így is fogalmazhatunk. Jön a labda középre, Molnárt lefejelik, de aztán Máté érkezik és kivágja. Nem a legjobb megoldás volt, de van az a szituáció, amikor az a fontos, hogy minél messzebb kerüljön a kaputól a labda. Ez egy olyan volt, bár azért annyira messzire nem került a játékszer, mint ahogy azt sok Kövesdi drukker talán látni szeretné. Egy leküszítés mező Kövesdi még hozzá. Kunságinak nem okozott gondot. Erő volt Albert lövésébe, azonban nem volt igazán jól helyezve. Kövesdi szabadrúgás közben. De szép volt a beadás, mit be Schwab tette be középre, és Somodi ütötte végül ki. Továbbra is támadásban a vendégek. De nehezen tudnak helyzetbe kerülni. Molnár szerette volna Kovács Olivért megelőzni, nem jött össze. Ellenben most Robaka Zsivócki. Zsivócki, ez eddig nagyon szép, lassan gólhelyzet és egy nagy menti is. Dvorsák! Molnár még estében is tovább tudja pöckölni, nem Molnár volt az, hanem Kulcsár elnézést, és aztán Molnár próbálta meg befutni a játékszer, de nem volt szerencséje, mert nem érte utol, vagyis utol érte, de már csak egyet belebikázni tudott. A labda pedig a Kaposvárnál, látható, hogy megpróbálnak dominálni, és végül is mezőnyfölényben is vannak a vendégek. De hát nincs más lehetőségük. Muszáj most már a kivárásos taktikáról lemondani, és jönni előre gól szerzés reményében. Ez a félig meddig fejes nem okozott gondot Kunságinak. Uha, aztán egy elég szerencsétlen megoldás, kipattant a kezéből a labda, szerette volna előre vágni. Utána egy technikai hiba a túloldalon, majd Kulcsár vág bele egyet, egy nagy gyártyát. Molnár pedig begyűjti. Kulcsár nagyon szép cselekkel indul meg, megforgatja alaposan a védőjét. Majd Mátét hozza a játékba, Kulcsár kicsit csínbe kapta a labdát, Hegedűs Dávid most már 2-3 ember közül végül sikerül kihozni, Schwab. Gengelicki. Egy indítás, Molnár felé érkezik a labda, de megelőzik. Hegedűs Csaba. Hegedűs Dávid finom csellel indul meg, Kulcsár pedig, ahogy lefordul, utána nyúl Rajci talán. És lesz egy szabadrúgás. Rajci sportszerűen felsegíti Kulcsárt, még kis hátba veregetés is jár a szabálytalanság után, sportszerű jelenetek tehát. A szabadrúgást pedig Meggyes gyűjti be. Az első meccsen jól szállt be csereként a Balmazújváros ellen, és most is jó cserekkel indul meg Hegedűs Dávid.
elkapkodta egy picit. Érezte, hogy jönnek, jöttek is rá, vagy ketten-hárman. Olyan sok lehetősége nem maradt a döntésre, inkább egy kapura lövéssel próbálkozott, mint hogy esetleg ott elcselezze magát, vagy eladja magát, eladja a labdát. Egyébként is egyensúlyát veszítette, tehát nem nagyon lett volna arra esélye, hogy jó megoldást válasszon. Így legalább a társak is visszatudtak zárni. Nem tudott kontrázni az ellenfél, ugye volt ősszel egy-két olyan meccs, amikor gól helyzetből eladott labdát, adtunk el labdát, és abból indulva az ellenfél gólt szerzett. Ha jól emlékszem, talán pont a Vasas ellen volt egy olyan szituáció, amikor mi támadtunk, és egy pontatlan átadásból villámgyorsan vezetett Vasas kontra eredményes volt, és lényegében azt hiszem, hogy az volt az egyenlítő találata a Vasasnak, amelyet ugye 2-1-re megnyert a fővárosi együttes a őszi záró fordulóban. Szépen terelgetik egyelőre a játékszert a vendégek. Már előrébb csak araszokkal jutnak, amolyan amerikai focis módra mindenért meg kell küzdeni, és aztán Hegedűs Dávid egy remek labdaszerzés után megindul. Megkerülős cser, tökéletes indítás, már Máténál a labda. Máté is elindul keresztbe, keresi a lehetőségeket, meg a társakat is Kulcsár személyében. Megtalálja Molnár, nagyszerű kiugratás. Molnár, vissza a Kulcsár. Picit túl lett talán cifrázva, úgy érzem, hamarabb is be lehetett volna adni, lehetett volna egy picit célirányosabb is a játék, aztán szeles volt szabálytalan. Jön egy csere, Mezőkövesdi még hozzá. 17-es, 19-es, Máté János fog lejönni, az biztos, és Bajzát Péter mutatkozik be. Bemutatkozik tehát bajnoki mérkőzésen a Nyíregyházáról kölcsönbe szerződtetett Bajzát Péter, aki tavaly előtt 27 mérkőzésen 26 gólt szerzett az NB2-es bajnokságban, úgy lett gólkirály. Egészen parádés teljesítmény a részéről, és kap egy szűk félórányi lehetőséget új csapatában. Hát természetesen sok sikert kívánunk neki Mezőkövesden, sok gólt, eredményes szereplést, és hát amit elmondott a bajnokság elején a vágyairól, hogy a legfontosabb, hogy a csapat bajnok legyen, vagy kivívja legalább a feljutást, az pedig másodlagos, hogy ez Bajzát gólokkal, vagy Bajzát gólok nélkül, minden esetre, amikor ő pályán van, igyekszik mindent megtenni azért, hogy győzelemhez segítse a csapatot. És hát ugye Bajzát Péter kétszeres NB1-es gólkirály, kétszeres NB2-es gólkirály. Ősszel 11 meccsen szerepelt, de sérüléssel bajlódott Nyíregyházán, de a 11 meccsen így is rúgott 4 gólt. Biztos, ha a kapu elé fog keveredni, akkor reszkedhetnek az ellenfelek. Szabadrúgás befelé. Felháborodást hallok a kövesdi szurkolók részéről, illetve utána ez buzdításba fordul át. Nem véletlenül, hiszen nagyon jó pozícióból jár a szabadrúgás. A felháborodás nyilván maga a szabálytalanság jelenthette, amelyen, ha jól láttam, Kulcsárt állították meg. És jöhet a 66. percben egy újabb ígéretes lehetőség. A távolság talán egy olyan 22-23 méter lehet így ránézésre a kaputól. Kulcsár beemeli középre, és Somodi húzza le. Többen is megpróbáltak rástartolni a labdára. Gengelicki, illetve Dorsákot láttam a legközelebb. Egy nagyon rosszul elvégzett szabadrúgás, Gengelicki pedig kapni fog egy sárgalapot, mert akadályozta
az ellenfél kapusát a kirúgás elvégzésében. Kár ilyenért lapot kapni, pláne úgyhogy már közben a társak visszazártak. És ha jól tudom, Gengelicki ráadásul hozott is magával sárga lapokat az őszi szezonból, talán 2 vagy 3-at. Ugye az NB1-ben kapott sárga lapok azok nem vésznek el, úgymond. Vagy nem vesznek el, hanem azokat hozzák magukkal a játékosok, és annak szellemében, ha valaki esetleg eltiltást kapott ott, azt itt le kell tölteni az első meccsen, az nem mentesít. Hogy még az sem, hogy nem ugyanabban az osztályban folytatja egy játékos a szereplését. Labdát Peggyes gyűjtötte be, de nem volt jó a továbbítás. Viszont besegít Kulcsár. Meggyes, Bajzát. Az első labda érintése. Belenyúlnak Bajzát. Tőle nagyon nehéz elvenni a labdát. Jön a segítség Meggyes személyében. Majd aztán jön Schwab is. Kulcsár meg tudja tartani. Nagyon harcosan. Nagyon pengés megoldása. Nagyszerű továbbítás. Egedűs Dávid, ez lövőhelyzet. Hát ezt elkapkodta. Hegedűs, ez nyugodtan átvehette volna, nem támadta senki, akár egy kapura lövése is megpróbálkozhatott volna. Van ott lövőerő, láttunk már tőle, ígéretes a lövéseket. 2-0-nál a játékrész felénél simán meg lehet próbálni egy távoli lövést. Maximum nem sikerül. Kettős cserőhez készül közben a vendégegyüttes. Hegedűs Dávid belebotlott a labdába. Remek labdaszerzés Szelestől, és aztán jó a továbbítás is Molnár Gábor. Feltartás Kovács Olivér. Dühösen futott a labda után, de aztán a partjelzőnek úgy látom, hogy mondott egy-két szót. Minden esetre visszakerül a labda. Bajzát közben, 11-es! Ez nem 11-es? Hát egyértelmű lerántás volt. Bajzát kinéz a partjelzőre, és nagyon szépen fordult le az emberéről, és innen mondjuk jól lehetett látni, lehet, hogy a játékvezető nem látta, de a derekánál fogva visszahúzták Bajzátot. Hát szerintem ezért büntetőt kellett volna ítélni. A játékvezető vonalban volt egyébként, pont takarásban volt a védő vele szemben, de mi innen jól láttuk az esetet, legalábbis én úgy érzem, bár azért nem vagyunk közel a történésekhez. Mindegy, sokáig rágódni nem lehet az eseményeken. Kulcsára földre kerül közben, Rajci takarított el, ott is egy lerántás, és ez már sárga lapot fog maga után vonni. Hadaró kapja. Segítenek a társak, némi kis lelki fröccsöt is adva Kulcsárnak, fejét fogta Kulcsár talán a nagy forgolódásban kaphatott egyet. Hát ez érdemes lesz visszanézni ezt az esetet, szerintem ez büntetőt ért az a innen lerántásnak tűnő szabálytalanság. De nyilván okosabbak leszünk, hogyha visszanézzük az esetet. És akkor jön majd egy kettős csere a vendégeknél. Nagy Krisztián jött le, ami biztos. Közben még állítgatják a órát a helyén, pedig 9-essel Hampuk Ádám, 18-31 talán. A másik az Balogh Bence, illetve Dominik Luká. Tehát Dominik Luká, illetve Hampuk Ádám lépett pályára Balogh és Nagy helyén. És akkor jöhet a mezőkövesdi szabadrúgás. Jól jön be a labda középre! Most Dvorsák reklamál büntetőt, ott is volt egy kis kézi munka, de ez kevésbé tűnt 11-esnek, mint az előző eset.
és gyorsan megpróbálták a miénk elvégezni a sarokrúgást, amíg a kaposváriak a reklamálással és az iménti eseményekkel voltak elfoglalva, fáziskéséssel kapcsoltak, és végül meg tudták akadályozni, hogy a kis szöglet az megvalósuljon. Bejön a labda középre, ott egy kapura húzás, ott a helyzet még mindig Hegedűs Dávid, és ez is levágódik. Remek viszont a kitett labda, nem úgy a beadás, amely a nézőtér tetőszerkezetéről vágódik le. 72. percben járunk már közben. Újabb gól nem, de érdekes események azért voltak az elmúlt percekben is, és a küzdelem továbbra is nagy. A színvonal az nem mondható egyetverőnek, de azért becsülettel gyűrik egymást a csapatok. Egy labdaszerzés abban a pillanatban lódulhatott volna meg kulcsára, hogy már Berger József sípszava felharsant. Zsivócki egy testcsellel elküldi Szelest, majd elindítja Kist a szélen. Meggyes mellett jön a beadás, ez azonban nem okoz veszélyt. Kunsági hozzáért, Kunsági hozzáért, azt mutatja a partjelző. Rajci oda megy a labdát elkérni, Kunsági nem szívesen, de azért megválik tőle. Nyilván jó barátságot ápol. Kunsági a labdával, ezt egyébként láthatjuk is, hogy remek bravúrokat mutatott be már a mai mérkőzésen is. De hát ilyen helyzetekben se szívesen válik meg tőle. Jön a beadás, Kunsági is jön, és megint kiharcol egy szögletet a vendéggel, de ha ki megy a labda, de nem is biztos, nem megy ki! Meggyes! Fantasztikus harci kedvről és hozzáállásról tett tanúbizonyságot. Végig sprintelt csak azért, hogy ne szögletet, hanem bedobást végezhessen el a Kaposvár. A váltás az összejön, Kis elviszi a labdát, Kulcsár próbálja kijebb szorítani, jön Schwab is besegíteni. A labda azonban így is bejut középre, jön a lövés, huha! Nem volt rossz, így elsőre, de Kunsági már a lövés után elindult, tehát ő nyilván látta, hogy ez nem fog kaput találni, ez a kísérlet. Közeledünk az utolsó negyed órához a találkozón. Kaposvári szabadrúgás. Kovács Olivér a labda mögött. Egy lefejelt labda Rajcitól. Majd az indítás, ez is kifelé jön. Dvorsák tisztázott, de még mindig nem szabadul föl a mezőkövesdi kapu. Kis egyből beteszi középre. Rajci próbálja meg tovább tenni, sikerül is neki. Most megint beszorul. Ott a saját 16-os előterébe a mezőkövesd, nem tudnak kijönni a mieink. Egyedül Bajzát helyezkedik előre, ketten vigyáznak. Kis. Meggyes. Schwab. Húzták, vonták, lökték, taszigálták mindent, amit így néhány másodperc alatt el lehet követni. abban most részesült Schwab Dániel, és már tovább a szabadrúgást követően a kövesdi akció, Gengelicki végezte el. Most pedig már Schwabnál a labda. Jön az indítás Bajzát irányába, rövid. Fordulhatnak a látogatók. Luka Dominik terelgeti a labdát, majd aztán egy testcsel után kiharcol egy szabadrúgást Kulcsára szemben. Belül vagyunk most már az utolsó 15 percen. Ez is veszélyesnek ígérkező
szabadrúgás lehet majd, miközben ki fogja majd az utolsó csere lehetőséget is használni a Kaposvár. De nézzük inkább a pályán zajló eseményeket. Jön a labda középre is, bizony ez fontos mentés volt. Hegedűs Dávid tüsténkedett megint jól. Jól játszik ő is. De ez elmondható a csapat többi tagjáról is, mindenki hozzáteszi a magáét a remélt győzelemhez, ami percről percre egyre inkább kézzel foghatóvá válik. Kulcsár, nem volt szándékos, de Kulcsár nem látta, hogy mögötte érkezik a kaposvári játékos, akivel összefejeltek. Luka Dominik volt az. Szerencsére nincsen komolyabb baj, Rajci oda teszi a labdát. És jöhet a szabadrúgás. 13 perc van hátra. Kunsági mondja, hogy Bajzát indulj. Hozzá jött a labda, vagy felé jött a labda. Most beindul. Kicsit későn jött az átadás. Illetve egyáltalán nem is jött az átadás, nem jutott el. Még jó volt egyébként az elképzelés. Bajzát szépen indult el középen. De nem tudták egyből elindítani a társak, hiszen jól védekezett a Kaposvár. Hegedűs Csaba. Ő is képes elég nagy bedobásra. Be is dobja a 16-oson belülre, és Hegedűs, illetve Bajzát ott látta szabálytalannak a játékvezető. A nézőtéren sokan nem értenek egyet a játékvezető döntésével. Viszont nézzük a cseréket. 20-as 14-es Király Vitali érkezik Zsivócki Norbert helyén, és Mezőkövesdi oldalon is lesz egy csere. Nyilas Elek lép majd pályára. Majd, de később fog még pályára lépni egyelőre. Az ő cseréje elmarad, talán majd a következő játék megszakítás alkalmával kerülhet erre sor. Jó volt a közbeavatkozás Szelestől, és már robog Molnár. Lendületből hátulról érkezett, nagy rössel megy előre. Bajzát, ott a lehetőség, Bajzát, és kifogja! Ott van az első Bajzát gól! Alig több mint 10 perccel a beállása után Bajzát Péter megszerzi az első gólját a Mezőköves színeiben. Ez igen! Hát ettől jobb belépőt azt hiszem, hogy kívánni sem lehet, és hát minden játékos álma az, hogy a debütáló mérkőzésén góllal tudjon bemutatkozni, pláne hogyha csatárról beszélünk. Nagyon szép volt az akció, remekül oldották meg Bajzát, illetve Molnár. Láthatóan jól megértették egymást, és kellett némi kis szerencse hozzá, de az első lövése után, amit nagy bravúrral védett Somodi, Bajzát nem kegyelmezett, és közelről bevarta a labdát a léc alá. 3-0 a mérkőzés állása. 10-es-7-es Kulcsár Kornél hagyja el a játékteret. Az ő helyére érkezik Nyilas Elek, aki szintén most debütál hazai pályán, legalábbis. Ugye ő is egy téli szerzemény. Bajzát Péter tehát góllal mutatkozik be Mezőkövesden. És hát ez nyilván neki is, az ő személy szerint számára is nagyon fontos lehet, hiszen az elmúlt időszakban, ahogy említettem, ősszel is sérüléssel bajlódott a felkészülés. Egy részét itt Mezőkövesden is ki kellett hagynia izomsérülés miatt, és most alig több mint 10 perccel a pályára lépése után már is beköszön a Nyíregyháza, illetve a Nyíregyházáról érkezett csatár a Kaposvárnak. Szabálytalanság, Vermes kapott az arcára,
egy pofon talán, de nincsen komolyabb baj szerencsére, ápolásra nem volt szükség, így a szabadrúgás követően támadhat a somogyi alakulat. Kovács Olivér bűvölte a labdát, majd Albert és Kistől kapja vissza. Jön az indítás. Schwab válláról jött le a labda. Luka Dominik beverekszi magát a 16-oson belülre. Hegedűs Csaba. Ez nagyon fontos mentés volt, és aztán besegít. Nyilas Elek is a védekezésbe. Higgadtan szépen tette hátra a labdát. Hát azt gondolom, hogy ez a mérkőzés így lényegében már eldőlt. És lejön Meggyes is. Az ő helyére pedig Balajti Ádám érkezik. Tehát kihasználja mindhárom csere lehetőségét Tóth László is. Így a hátralévő 8 percet most már ugyanebben a felállásban fogják, vagy a most jelenállás szerinti felállásban fogják végigjátszani a csapatok. Na most már kifejezetten hideg időjárás közepette, hiszen rendesen leült a levegő. Húha, és rögtön talán pont Nyilas kapott egyet. Piros lap! Leküldi Kovács Olivért a játékvezető piros lappal. Többen is reklamálnak az eset után. Hát a szándékosan odarúgott Nyilasnak düböl adott esetben, akkor nem lehet kétségbe vonni a játékvezető döntését. Így egy sárga lapot mindenképpen elsőre megérdemelt, de lehet, hogyha düböl ment az ellenfél adott esetben testi épségét veszélyeztetve, akkor nem lehet nagyon vitatni a piros lap tényét. Ember hátrányba, létszám hátrányba fejezi be a jelek szerint a Kaposvár a mérkőzést. A 3-0-ás hátrány mellett. Gengelicki tovább, Balajti első labda érintése. Bajzát elől ezúttal tisztáznak a vendégek. Molnár tovább, Hegedűs Dávid. Dvorsák, Gengelicki. Szeles. Gengelicki tovább, Dvorsák. Hegedűs Csaba előtt tiszta a terület. Rajci most vált ki rá, de nem tudja szerelni. Viszont utána nem jó a beadás. Megijedt egy picit Luka Dominik, és ezzel tulajdonképpen a labdát el is veszítette, hiszen elsőre úgy tűnt, hogy jobb pozícióban van a védőkkel szemben, de megtorpant. Szeles. Gengelicki. 5 perc van hátra a rendes játékidőből. Ugye a jövő héten majd a Gyirmótot fogadja a Kaposvár együttese, utána pedig a Vasashoz látogatnak, tehát nem lesz könnyű az elkövetkezendő néhány forduló. Hát ezzel a hármassal ugye mindenki találkozik a bajnokság folyamán egymás után. És hát mindenképp nehezíti a vendégek dolgát az, hogy Kovács Olivér az egyik legrutinosabb játékos nélkül kell készülni az újabb felsőházi csatára, vagy hát részükről ugye nem felsőházi csata. De mindenképpen egy felsőházi csapatot, egy bajnoki
címre is esélyes csapatot, akár így is fogalmazhatunk, de feljutásra mindenképpen esélyes gárdát látnak vendégül. Nincs könnyű helyzetben tehát a Rákóczi. És robokat a mezőköves, robokat Molnár jelesül ebben a pillanatban, nála a labda. Bajzát, ott lett volna a váltás, de picit hosszan tette tovább Bajzát, egy kicsit erős volt az elképzelés, az elképzelés viszont mindenképpen dicsérni kell. Szeles egyelőre nem tud szerelni, aztán Schwab lép oda határozottan, és Luka Dominikot végül ő választja el a labdától. Aki viszont a társak segítségét hiányolta. Ez viszont lehet, hogy mezőkövesdi dobás lesz, nem? Mert Szeresről visszapattant végül. Kunsági jó szokásához szíven irányítja a védelmet, irányítja a csapatot hátulról, ugye jobban átlátja, hogy ki hogy helyezkedik, kire kell figyelni. Jobban el tudja osztani a játékosokat, és jöhet a kirúgás. És ez lesz az első tavaszi forduló, vagy ez lehet az első tavaszi forduló, amikor nem kap gólt a mezőkövesd. És a három rúgott gól mellett kapott gól nélkül hozzák le a miénk, ami megint csak fontos. És tovább erősítheti a csapat önbizalmát, és a győzelem pedig nyilván jót tehet, pláne a múlt heti pontvesztés után az utolsó pillanatban gólt kapni, ugye mindig mentálisan egy frusztrációt okozhat. Ez szerencsére sikerült leküzdeni, és összességében azt gondolom, hogy simán nyerik a miénk a meccset, bár az első félidő azért nem ezt sugallta, viszont a második játékrész elején a rúgott gól, onnan tovább nyugodtan lehetett focizni, és bár próbálkozott a Kaposvár mezőnyfölönyt, ki is tudott harcolni, de igazán komolyan nem tudta veszélyeztetni a köves győzelmét, amelyet jelenállás szerint Bajzát biztosított be. És rúgta az utolsó gólt. Már még van hátra 2 perc. Hosszabbítás nem tudom, hogy lesz-e majd a cserék miatt elképzelhető, illetve volt egy-két megállás kisebb sérülés miatt, igaz, hogy nem kellett ápolni ebben a játékrészben. De ugye volt egy kiállítás is, ami ugyancsak idővesztést okozott. Bajzát próbálta megjátszani Milast. Szeles. Schwabbal játszik össze, Szeles nagyon rutinosan lépte át a labdát, és hagyta, hogy kimenjen az oldalvonalon túlra. Mezőkövesdi bedobás jöhet, az utolsó percen belül járunk most már a mérkőzésen. Maga biztos és teljesen megérdemelt győzelmet arat mindent egybevetve a mezőkövesd. Az első játékrész kiegyenlített volt, ott a Kaposvárnak is volt egy-két nagyon komoly lehetősége a gólszerzésre. A második félidő a gyors korai gólnak köszönhetően lényegében eldöntötte a 3 pont sorsát. Így lehetne azt hiszem röviden összefoglalni az eseményeket. A következő mérkőzés tehát szinte biztosan március 16-án hétfőn 14 óra 30-kor kezdődik, akkor érkezik ugyanis Mezőkövesdre, illetve akkor látogat a Mezőkövesd Békés Csabára, de nézzük először Nyilas akcióját. Nem volt jó a továbbítás, Balajti ólálkodott ott a leshatáron, de nem jutott el hozzá a labda. Hegedűs Dávid, Szeles Tamás és a szélen itt van Schwab, aki ugyancsak egy picit látótéren kívülre helyezkedett, és így nem figyelt rá senki. Ott a labda, Bajzát majdnem lecsapott rá. Mert tovább az akció. Szeles. Tehát a lényeg az, hogy a mezőköves győzelmével továbbra is ott van a feljutó helyen, a második helyen. Visszaelőzték a miénk ugyanis a Békés Csabát. És hát persze attól is függ, hogy a
Vasas mit játszott, hiszen a többi eredményről nincsenek információim. Tehát még az is lehet, hogy nem csak a második, hanem akár az első hely is meg lesz a Vasas eredményétől függetlenül, de mindenképpen jó hír, hogy a győzelem megvan, és így a miénk örülhetnek, győzelemmel hangolnak a Békés Csaba elleni rangadóra, amelyet majd a Szolnok elleni rangadó, tehát két akár bajnoki címet is befolyásoló mérkőzés fog követni. Reméljük, hogy mindkét összecsapás jó eredménnyel zárul a mi szempontunkból, és továbbra is ott lesz majd feljutóhelyen együttesünk. A Szép Volt Fiúk zúg teljesen jogosan, hiszen jó teljesítmény nyújtott együttesünk. Egy jó közepes iramú mérkőzésen teljesen megérdemelt győzelmet arattak labdarúgóink. Így tehát továbbra is feljutó helyen a Mezőköves Zsóri. És akkor tehát a következő mérkőzés szinte biztosan március 16, hétfő 14 óra 30 Békés Csabán, majd utána március 21-én szombaton a Szolnok látogat Mezőkövesdre, 18 órakor kezdődik a találkozó itt a Városi Sportcsarnokban. És hát bízunk benne, hogy az a két mérkőzés is nagyon jól fog sikerülni a mieinknek. Ennek reményében búcsúzom a végeredménnyel. Mezőkövesd, Zsóri, Kaposvári Rákóczi FC.